Álljatok le a néphűítéssel. Indulatos levél a kormánynak, a fizetett ellenzékének és a média érintett részének, mindenek előtt azzal, hogy küzdötök a vírussal szemben, attól tartok, hülyeségekkel küzdötök. Nem olvasom végig, folytatódik, amiben megmagyarázza, de mondja inkább ön, hogy mit ért ezzel előtt, mi az, hogy hülyeségekkel küzdötök? Hát van most mivel küzdeni. Bejátszás előtt, vagy után, vagy alatt? Most. Ja, most, jó, oké. Okay. Ebben a pillanatban. Nagyszerű. Gyakorlatilag ebben a cikkben kifejtem, nem mint szakértő, mert nem akarok szakértőbb lenni szakértőknél, de hát azért a lexikoni adatok szerint a vírus az nem egy élőlény. Márpedig ezek a kormányok, a média és mindenki más úgy csinál, mint hogy itt valami mikroszkopikus élőlényel szemben kéne nekik küzdeniük, és ezek már alapból félrevezetik az embereket. Ugyanis az, hogy ez a vírus miként úgymond viselkedik, azt az emberi szervezet dönti el. Mi határozzuk meg, mi szaporítjuk, mi terjesztjük, stb. Ennél fogva ez egy életmód kérdés, hogy hogyan kell küzdeni a vírus jelenséggel szemben, és nem pedig valami biológiai, vagy kémiai, vagy nem tudom mi minden. Erre akartam utalni. Hogy kellene hogy, akkor? Hát küzdeni? Például az egészséges táplálkozás. Gyakorlatilag a kormány, vagy a kormányok, így is mondhatnám, egyszerűen nem vesznek arról tudomást, hogy olyan szinten van leromolva, és alapvetően táplálkozási okokra visszavezethetően a magyar emberek egészsége, innen vannak ezek a kiugró adatok, hogy hiszen pocsék az ország egészsége, és azért nem tudnak az emberek normálisan táplálkozni, mert nincs elég jövedelmük. És ez üt vissza ebben az egész krízisben, és hogyha ezt társadalmi méretekben akarja kezelni a kormány, vagy akarná, akkor pénzt adna az embereknek, pénzt juttatna az embereknek, hogy az összes ide tartozó védekezés és szervezetfenntartás ügyeiket tisztességgel tudják vinni. Bizonyos dolgokban persze egy csomó embernek egyébként igaza van, Györgyivel tegnap mi is pont erről beszéltünk, ugye, hogy mennyi ilyen veszélyeztetett rizikófaktor csoportja van a koronavírusnak, az elhízottak, magas vérnyomás, szív- és érrendszeri betegségek, egyéb krónikus betegségek, tehát ezért a Szanyi úr az biztos nyomon követte, hogy amikor elindult ez a világjárvány Olaszországban, ugye onnan érkeztek az unió országai közül ugye a legaggasztóbb adatok, amikor volt olyan nap, amikor ezren is életüket vesztették. Azért nem hiszem, hogy Olaszországban, Észak-Olaszországban pont a táplálkozás miatt okozott ekkora katasztrófát mondjuk ez a vírus. Ha megengedi, akkor viszont hadd kérdezzük arról, ez nem volt érv. Ez nem volt érv. Lehet, hogy nem volt érv, ez csak kiegészítés. Csak azért, mert annak szintén van a kokai, nevezetesen Észak-Olaszországban a lakosságnak az átlag életkora jóval magasabb minden nemű európai átlagnál, tehát ott értelemszerűen ezt talajt tudott fogni, igen. Az életmód, életvitel biztos, hogy sokat számít, egyébként ebben maximálisan egyetértünk. Igen, de bocsánat, akkor én sem érveket szeretnék amellett felsorakoztatni, de hát ezt hirtelen, hogyha itt van egy vírus, itt van a helyzet, akkor azt valahogy kezelni kell. Az, hogy az emberek hogy éltek eddig, rendben van, elhízottak vagyunk, nagyon rossz és nagyon leromlott a magyarok egészségi állapota, de ezt most egy év alatt nem lehet megoldani, ha itt van egy ilyen világjárvány, hát ahogy itt van egész Európában. Neki kéne állni, például azt, hogy megfelelő vitaminokat kapjanak az emberek. Előbben is volt egyébként az Igen Szolidaritásnak javaslata, hogy igenis meg lehet oldani azt, hogy D-vitaminból, meg C-vitaminból egyáltalán hozzájussanak az emberek, nem egy ördöngös történet, és ezekkel mind 10 millió ilyen apró lépéssel lehetne javítani a dolgokat. Ehhez képest arról van szó, hogy az adófizetők pénzét odavágják a multiknak, hogy tessék, akkor majd egyszer teremts munkahelyet. Tehát ez olyan agyament válságkezelés, ami nem tudok igazából jó szavakat találni. Tudok, hogy Szanyi Tibor azt írta, vagy mondta, hogy vakcina kapitalizálik. Mit ért ez alatt? Gyakorlatilag azt, hogy itt azért ennek az egész járványkezelésnek a mechanizmusát a kapitalizmus legrondább szabályai határozzák meg. Értem ez alatt azt, hogy ha lehetett egy halom kisvállalkozónak, éttermeseknek, világszerte, szállodásoknak, stb. Millió számra, azt mondja, ti most 2 évig aztán dögöljetek éhen, vagy bármi, amit csinál, azt csináltok, amit akartok. Akkor miért nem lehetett megrendszabályozni tulajdonképpen ennek az egész vakcina ügynek a dolgát? Miért kellett könyörögni hatalmas összegeket, euró és dollármilliárdokat előre fizetgetni, meg minden, majd puszilgatni, dédelgetni ezeket az őrült nagy gyógyszergyártókat? Kapitalizmus van azért. Hát ez a baj. Tehát aki kifizette drágán a vakcinát, és gyorsan lépett, mint Izrael és Amerika, ott már
nagyon előre járnak. Így van, és ugyanez, amit polgármester asszony is mondott, nevezetesen van, aki jól jár, van, aki nem jár jól, és azért ez egy járvány idején meglehetősen antihumánus történet. Mi lenne a megoldás az iszom szerint? Hát az én pártomnak ez ügyben nagyon-nagyon világos gondolatai vannak, nevezetesen vannak ügyek, amik a közszolgáltatások világába tartoznak. És azokat nem lehet 100%-ban a kapitalizmus törvényeire bízni. Így például közegészségügy, járványügy, és a többi. Az ezzel kapcsolatos ügyek vastagon a közszolgáltatások kategóriába tartoznak. De Kínában sincs máshogy. Kínában szocializmus van, nem kapitalizmus. Kínában szocializmus lenne? Hát, ezt nem tudtam eddig. Jó, de népi demokratikus köztársaság, én ha jól emlékszem, tanulmányban szerint, kínai alkotmány úgy kezdődik, hogy államforma szocializmus, de lehet, hogy én rosszul tudom. Igen. Ezek nagyon szép mondatok, én is kinevezem magamat római pápának, és tessék engem szentatyának hívni innentől kezdve. Jó, tehát most bármit lehet iránt. A mókus is kiaratja magára, hogy patkány, tehát bármi. A helyzet az, hogy ezt az egész világoltási rendet, ezt legalább a legerősebb kormányoknak úgy kellett volna megszervezni, hogy ezeket a licenszeket közkincsé teszik, például akár rögtön Indiának, aki a világ legnagyobb vakcinagyártója, és licensz hiány a legutoljára kapcsolódott be ebbe az egész projektbe, mert nem jutottak hozzá tulajdonképpen a szükséges ismereteket. Tehát nem akarom elmondani végig a leckét, mert 1 millió apró és kisebb-nagyobb lépés tartozik ide. Egy dolog biztos, hogy a kapitalizmus mai működése ez nem jó, és a szabad ennyit reklámot még mondani, május 1-én bizony az Igen Szolidaritás fog csinálni valamit. Valamit. No, hát kíváncsian várjuk, hogy mit csinálnak május 1-én. Köszönjük, hogy itt voltak.